Kedves előadóink, kedves vendégeink! Engedjétek meg, hogy bemutatkozzak, Tudás Zsolt vagyok, a Simonyi Károly szakkollégium elnöke, és a rendezői csapat nevében üdvözöllek titeket az első Simonyi szakmai héten. Annak ellenére, hogy rendezvényünket ilyen formában most tartjuk meg először, maga az ötlet nem új keletű, hiszen páran már emlékezhettek, hogy az előző évig minden év őszén, szakmai est néven egy-egy kerekasztal beszélgetést tartottunk, ahol neves egyetemi, illetve ipari személyek társaságában mindig egy-egy aktuális témát beszéltünk át. Így volt például tavaly témánk a mérnök szakma 50 árnyalata, de pár éve beszéltünk a startup világról, illetve arról is, hogy külföldön vagy Magyarországon érdemes elhelyezkedni. Úgy gondoltuk, hogy a Simonyi 11. születésnapja alkalmával ezt meg szeretnénk egy kicsit változtatni, egy kicsit tovább szeretnénk emelni. Így nem csak egy estére készültünk nektek izgalmas és színes témával, hanem a hét minden egyes napjára. Így lesz szó ma az e-sportok jövőjéről és jelenjéről, holnap az egészségügy és IT kapcsolatáról, szerdán a 21. századi hadviselésről, csütörtökön pedig a bitcoinról és a mögötte húzódó technológiáról lesz majd szó. Ez az este nem jöhetett volna létre nagyon sok ember munkája nélkül, és szeretném megköszönni, szigorúan névsorban, az AC Studio and Live munkáját, hogy biztosították a fény- és hangtechnikát, a Budavári Sönhe Stúdiónak és a Spot Fotókörnek, hogy a rendezvényt megörökítik, és a jövő számára is elérhetővé teszik. Valami szeretném megköszönni a Simonyi Károly szakkollégium otthonának, a Sönhes Zoltán kollégiumnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtották a termet. Zárásként szeretném bemutatni meghívott vendégeinket, Király Orsolyát, Török Balást alias Kodiákot, valamint Horváth Pétert, és szeretném átadni a szót Hodozsán Dánielnek, az est moderátorának. Jó szórakozást kívánok! Szuper, be van kapcsolva. Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Csak két szót mondanék magamról. Én Hodozsán Dani vagyok, és moderátornak kértek fel. Egyébként egy League of Legends-es e-sport blogot vezetek, ezek mellett pedig az 1 millió a Magyar e-sportért nevű közösségnek az egyik koordinátora vagyok. És szerintem menjünk így végig, szerintem mindenki mondja magáról egy-két-három szót. Halló, sziasztok! Én Horváth Péter vagyok, a GameStar Online főszerkesztője, most már 3 éve. Emellett pedig, hát gyakorlatilag szenvedélyes játékos, de inkább csak úgy kívülről figyelem mindig az ilyen csodákat, mint ahogy az e-sportot is, úgyhogy én egy kicsit más aspektusból fogom majd nézni ezt a dolgot. Sziasztok! Halló! Én Török Balázs vagyok, és az Inda Videónál dolgozom, és kiöregedett e-sportoló vagyok. Sziasztok, én Király Orsi vagyok, az ELTE szociológus végzettségű vagyok, és pszichológiából doktorálok az ELTE-n, egész pontosan játékfüggőségből, úgyhogy szerintem én itt ilyen, nem tudom, ellensúlyként vagyok itt, bár nem vagyok játékellenes, ezt így szeretném előre bocsájtani, de hogy egy kicsit a pszichológiai vonatkozásaitról fogok én, vagy ezen a vonalon fogok bekapcsolódni a beszélgetésbe. És akkor vágjunk is bele. Nekem lenne egy nagyon fontos kérdésem, ami szerintem így felütésnek egész jó, és nagyon vitatott. E-sportok sport, vagy nem sport? Ha igen, akkor miért sport? Ha nem, akkor miért nem sport? Ez tök vicces, mert pont erről beszéltünk kint, hogy erről mindenkinek van valami határozott véleménye. De ez olyan, mint ahogy a fociról is, pedig arról tudjuk, hogy sport, de azon belül egyébként mindenki mindig tudja, hogy azt hogy kéne csinálni jól. És én is úgy látom, hogy itt valahogy fölmerül az e-sport, akkor mindig kialakul mondjuk online-ba, kommentek között az a nagy vita, hogy akkor most egy sport, vagy nem sport, mert hogyha a sakk is sport, akkor ez is sport. És akkor rendszerint nekiállnak emberek ezen ölni egymást, mint hogyha ez olyan fontos kérdés lenne. Szerintem ez nem kardinális kérdés. Ez az látszik, hogy ez egy sikeres dolog, ami teremtett valamit, van egy kohéziós ereje, és vezet valamerre, és inkább ezt kutatni sokkal érdekesebb, mint a létjogosultságát bármilyen szinten is megkérdőjelezni, hiszen működik, és mondjuk az ESPN a legjobb példa erre, ahol mondjuk lement egy
egy LOL döntő, annak ellenére, hogy a vezetője azt nyilatkozta, hogy szerinte az e-sport nem sport, de a pénz az meg nem volt büdös, amit hozott. Ugye? Úgyhogy innentől fogva én azt gondolom, hogy tök mindegy, persze legyen véleményünk róla, de ez inkább egy jelenség, amire érdemes odafigyelni. Igen. Nem, tényleg én is ezt tudom mondani, hogy sok párhuzamat lehet vonni a sport és az e-sport között. Persze van sok különbség is, értelemszerűen, mint ahogy a sakk és a rendes sportok között is van különbség. Itt sem, tehát nem mozgunk. Ennyi. Köszönöm. Én csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy megnéztem a szakirodalmat erről, és a szakirodalomban a sakk kapcsán azt mondták, hogy ugye a sportnak a hagyományos definíciójában benne van a mozgás, és egész pontosan, mivel a definíció olyan régi, hogy az agyról és az idegekről még semmit sem tudtak, a mozgás az csak az volt mozgás, ami teljesen szemmel látható volt. És a cikk írója tehát arról írt már, hogy ma már tudjuk, hogy a gondolkozáshoz ugyanolyan agymunka szükséges, akár mondjuk a játékhoz, a sakkhoz, mint egyébként a tényleg szemmel látható fizikai mozgáshoz. De hát nyilván ez megint illetve ez nem az író véleménye, ez így van, de hogy ez egy érdekes szempont volt szerintem, hogy a hagyományos definíció az akkoriból jön, amikor még az agyról semmit sem tudtak, és emiatt jöhetett be egyáltalán ez, hogy fizikai mozgás vagy sem. De egyébként ez tök érdekes dolog szerintem, mert hogy alapvetően, hogyha a sportjeleget próbáljuk, nyilván mondjuk a reflexekről, vagy egy tovább önfejlesztő módról van szó ebben, és talán ebben hasonlatos a sportokhoz, hogy edzenek rá, hogy profik legyenek benne, tehát elkülönül a hétvégi ilyen kanapéjátékos, és az a fajta profi, aki a saját tudásában profi, vagyis elmélyülten csinálja azt, most mondjuk a keleten például hagyománya van annak, hogy egész életen át gyakorolják a TEA felszolgálásnak a hagyományát. Nyilvánvalóan nem kezdenek el vitatkozni azon, hogy a TEA felszolgálás sport-e vagy sem, de alapvetően mindenki tiszteli azt, aki úgy szolgál fel egy teát, ahogy én nem tudok, akkor innentől fogva miért ne tisztelném azt, aki nálam jobb bármiben is, nem? Tehát, hogy ez lehet így mondani. Igen, függetlenül attól, hogy most az e-sport az most egy valódi sport, vagy inkább csak valamilyen hobbi vagy játék, azért azt mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy ez egy elég komoly trend, ami elsősorban az elmúlt 15-20 évben kezdett el exponenciálisan felfelé ívelni. Két nagy számunk is van, ugye az elmúlt mondjuk 1-2 hónapból 2 milliárdos nagyságrendű szám. Az egyik az, hogy a Twitch TV-t, ugye, ami ma talán a legnagyobb, hanem a legnagyobb gamer streaming platform, felvásárolta az Amazon $1 milliárd. A másik pedig az, hogy a League of Legends nevű játéknak a fejlesztője, a Riot Games, most lépte át az $1 milliárd bevételi határt, pusztán abból, hogy ilyen kis skineket adott el a játékosoknak, 1-2-3-4-5 ezer forintokért, és ebből most már akkora pénzt szakított, hogy 1 milliárd fölött tartanak. Tehát az tisztán látszik, hogy ez egy nagyon komoly trend, viszont erre mindössze 15-20 éve volt a játékiparnak, hogy ide eljusson, illetve mi az, ami miatt 15 év alatt ennyire gyorsan el tudott jutni idáig. Hát például szerintem a játékipar fejlődése is, ha megnézitek, akkor 15-20 év az körülbelül a fele annak, vagy kicsit kevesebb, mint a fele, amióta egyáltalán beszéltünk játékiparról. Tehát az 50-es évekre vezethető vissza, jól emlékszem nagyjából, hogy a Pong ugye egyáltalán elkezdődött, és most ahhoz képest arról beszélgetünk, hogy profi ligák ütik egymást virtuálisan. Tehát itt nagyon durván fölgyorsult, miközben mondjuk egy olimpia, az nagyon-nagyon régóta ugyanaz a sportágakból áll össze, most kicsit túlzok, de értitek, mire gondolok, hogy itt egy olyan dinamikus iparági fejlődés figyelhető meg, ha elég azt csak hozzátennünk, hogy mondjuk a játékipar összbevétele már meghaladja a Hollywood bevételét, vagy mondjuk, hogyha azt mondom, hogy $800 millió csinált egy nap alatt a Grand Theft Auto 5 bevételként, egy nap alatt, akkor szerintem itt már láthatjuk, hogy egészen más mércével érdemes ezt mérni, mert nem tudjuk, hogy hova vezet, hova fut ki ez az őrületes tempójú fejlődés.
elmondtam mindent, amit el lehetett mondani erről? Azt hiszem, igen. Anyukám is mindig ezt mondta, hogy desszert csak akkor van, ha megettük az ebédet. És mi volt az a pont, ami szerintetek elhozhatta az áttörést? Ugye itt most elsősorban arra gondolok, hogy tök jó, hogy van egy csomó játékos, vannak profiligák, profi játékosok, e-sportolók, de azért most már ott tartunk, hogy például a League of Legends világbajnokság, ott ugye aminek a döntőjét Koreában rendezték, a Szöulői stadiont konkrétan, tehát hogy megtelt maga a stadion, 40 ezer szurkoló ment ki élőben nézni a helyszínre, és több 10 millióan nézték magát a döntőt online. Tehát mi volt az a pont, ami akkor áttörést hozott ebben, hogy azon kívül, hogy játszanak, azon kívül már elkezdték nézni is ezt az egészet? Hát én azt gondolom, hogy hát a pénzügyi áttörést azt mindenképp ez a microtransactions hozta, tehát hogy mindenféle ilyen kis skineket adnak el a játékban, és furcsa módon ez az, ami valahogy az egész közösséget is megmozgatja. Tehát azon kívül, hogy valaki játszik, ami magában érdekes lehet, tud ezekkel a kis skinekkel valamit kezdeni, cserélgeti őket, van ennek egy külön ilyen marketplace, ahol el lehet adni, venni, van, aki kifejezetten azzal foglalkozik, hogy pénzt csinál ezekből. Tehát elég sok réteg épül rá erre a dologra. Hát igen, azt hiszem ennyi. A versenyszerű része, hát nem tudom, hogy az mikor kezdődött. Én szerintem lehet, hogy ebben tévedek. Nekem van egy olyan gondolatom, hogy itt az, hogy megjelentek azok a nagy pénznyeremény lehetőségek, amelyeket mondjuk a Valve tudott dobni. Mondjuk, jól mondom, hogy 2011 volt az, amikor az első ilyen nagy international volt. Igen. És nagyon, nagyon határozottan megerősítettél ebben. Szóval, ha belegondoltok, hogy az első, vagy villogtassak egy kis lexikális valamit, amit így egyszer olvastam, 1972-ben volt egy olyan e-sportnak nevezhető már olyan összejövetel, egy ilyen lamparti szerűség, ahol azt hiszem, hogy egy Rolling Stone magazin előfizetés volt a fő nyeremény. Ehhez képest ott tartunk, hogy most ilyen $1 millió, az még ilyen alapnak tekinthető, hogy akkor nem? Vagy most nem hát tudom, most hogy ilyen... Tehát én Cségóról tudok beszélni, és egy kicsit visszakanyarodok a microtransactionshoz, hogy ezekből a kis bevételekből egy csomót visszafordít a Valve az e-sportnak, tehát a díjazást szponzorálják ebből, és az utolsó ilyen verseny azt hiszem... $250,000 özdíjazással ment. Ez Kölnben volt, azt hiszem, de SL van. És akkor még ott van mondjuk a Wargaming is, hogy mondjuk egy kelet-európai vonatkozást is figyeljünk, akik azért szintén egy $100 millió nagyságrendű, éves szintű forgalmat generálnak, illetve forgatnak is vissza ennyi pénzt. Most éppen nemrég volt Varsóban egy elég nagy bajnokság, ahol már 40 csapat elindult. Nem titkolt szándékuk az, hogy e-sport olimpiát szeretnének létrehozni ilyen jellegű játékokból. Tehát nagyon egyszerű, a pénz hozta meg ezt a fordulatot, meg a széles sávú internet elterjedése, ugyanis már lehetett nézni, követni, tehát a kukkoló üzemmód az beindult, amire mondjuk van igénye az embereknek. Illetve emellett pedig az, hogy belegondolsz, akkor nálunk is mikor futott föl a póker, mondjuk, hogy csak vonjunk egy ilyen párhuzamot a szintén ilyen sport, nem sport kérdéskörben. Hát nem a Korda Gyuri indította el azzal, hogy ő a tévébe közvetítette, hanem megjelentek azok a klubok, azok a nagyobb özdíjazású magyar versenyek is, amikor kiderült, hogy hoppá, most ha azt mondanám, hogy holnaptól egy ilyen milliós nagyságrendű kanaszta bajnokságot indítok, akkor hidd el nekem, hogy egy év múlva lenne követője, és lenne a 1 millióan a kanasztáért klub, mert már egyszer látták, hogy ebbe van pénz. Tehát szerintem ez egy eléggé biztos pontnak gondolom, hogy ez azért alapvetően gazdasági hátterű történet. És ugyanez igaz szerinted a médiának a megközelítésére is? Tehát ugye arról beszéltünk, hogy már azért 4-5-6 éve vannak már ezek a nagyobb nemzetközi versenyek, viszont amit én látok például a médián keresztül, az az, hogy az idei év volt az, ami úgy igazán meghozta az áttörést, hogy az ESPN-től kezdve a New York Times-on át nagyon sok nagy lap
írt az e-sportról magáról, mint jelenségről, egy-egy versenyről, és direkt csináltam egy keresést az index.hu-n. Tavaly a világbajnoki döntő volt az első olyan anyag, amikor az Index a LOL-ról írt. Tehát mi? Na végül. Tehát mi az, ami miatt idén kezdte el ezt az egészet is felkapni a sajtó? De én azt gondolom, hogy tényleg az extrém díjazások, tehát ilyen nagy díjazás még sosem volt, mert tehát azért régebben is volt cikkezés e-sportról, meg a WCG-kről, sőt, emlékszem, hogy én még 2005-ben bekerültem az Indexbe, amikor még nem is dolgoztam ott, amikor kijutottunk a WCG-re. Úgyhogy már régóta van ez, csak most... Igen, tehát ugye a 2008 környékén egy kicsit azért visszaesett az egész e-sport iránti lelkesedés, és visszaestek és az ennek is pénzügyi háttere volt, ugye, mert a válság miatt senki nem akart ebbe már pénzt ölni. Szépen lassan ugye a WCG is bezárta a kapuit, és most úgy látszik, hogy újra úgy érzik, lehet, hogy pont azért, mert hogy a játékgyártók be tudnak szedni konkrétan a játékosoktól folyamatos pénzeket, nem csak egyszer megveszi a játékot, és akkor azzal le van tudva a dolog, hanem folyamatos, akár havi, akár hát mindenki annyi pénzt költ rá, amennyit akar, vagy nem szégyen. Én ehhez még annyit tennék hozzá, hogy szerintem a média is változott. Megváltoztak a fogyasztói szokások. Tehát, hogyha belegondoltok, hogy hol voltunk 5 évvel ezelőtt média követésben, mi volt a kezdő oldalatok, hogy volt még kedvenc újságotok, ma meg most már mondjuk legtöbben mondjuk Facebookról tájékozódnak, vagy egy ilyen hírfolyamból, vagy RSS-ből, vagy valami. Tehát, hogy fölgyorsultak egyrészt a dolgok, a klasszikus média szerepe visszaszorult, tehát a mainstream az érezhetően mondjuk egy fiatalabb korosztályba visszaszorult, ezek a fogyasztói szokások pedig nyilvánvalóan kiváltottak a reakciókat, hogy muszáj foglalkozniuk fiatalosabb, frissebb témákkal. Noha még az általam említett ESPN elnök még otthon igazgatja nyakkendét, és azt mondja, hogy hülye hippik, és ez nem sport, bezzeg a baseball. Aztán közben ránéz hirtelen a nézettségi adatokra, a bevételekre, a forgalomra, és akkor azt mondja, hogy sajnos mégiscsak részt kell vennünk ebben valamilyen szinten. Tehát van egy átalakulás most, én úgy látom, amikor még a média keresi a helyét ebbe az egész dologba, még csak egyszerűen próbálja fölmérni azt, hogy ez az elképesztő tömeg, ami a játékosok, vagy gémerek, vagy nevezzük őket bármilyen gyűjtőnévvel, egyáltalán a szórakozásra nyitott tömeg, az hogyan szórítható meg, hogyan olvasztható be, hogyan karolható fel, nyilvánvalóan haszonszerzés szempontjából, tehát ez ne legyenek illúzióink, hogy ebben semmi karitatív jelleg nincsen, ez pénz. Ez pénzről szól, és kizárólag a mainstream médiát is az érdekli, hogy ebből hogyan lehet lóvét csinálni. Szerintem, tehát mit tudok én a médiáról. Ha már a pénznél tartunk, akkor maradjunk is itt. Balázs, ezt elsősorban tőled kérdezném. Te azért ma is aktív játékos vagy, sőt streamelni is szoktál. Szerinted egy e-sportoló meg tud ma élni pusztán abból, mondjuk vegyük külön a nemzetközi és a hazai piacot, és akkor te képviseled a hazai... lesz a válasz. Igen, és akkor egyszerűbb lesz a válasz, de hogy jelenleg meg lehet élni ebből? De kérlek, hogy azért mind a kettőre válaszolj. Jó. Tehát Magyarországon én úgy tapasztalom, hogy nem. Sőt, igazából, hogyha körbenézek, azt látom, hogy nem. Nem csak a saját bőröm, hanem másokon is. És külföldön meg azt látom, hogy igen. Igazából nem ástam bele túlságosan magam a témába, de azt tudom, hogy tehát vannak olyan streamerek, akik tényleg konkrétan ebből élnek, és nem rosszul. Sőt, van, akik... Igen, de van, akik ki is használják ezt. De mindenképpen ez egy megérhetési forrásoknak. És érdekes dolog, hogy ugye én is streamelek, és nem csinálok semmit, csak játszom, ezt nézik emberek, és nézik emberek. Tehát van rá igény, pedig azért ez nem a legérdekesebb dolog a világon. De mondom, érdekes módon... Nem rakott ki a melledet hozzám pedig. Igen. Hozzátegyek? Igen. Jó. hogy javíts ki, hogyha ezt esetleg nem tudom jól. Ahogy én kívülről látom, mondjuk külföldet, mondjuk egy koreai, vagy nyilván valami menőbb régiót figyelembe véve ebből a szempontból, nyilvánvalóan egy, egy,
egy e-sportoló, hogyha ez egy fogalom, neki akkor a bevételi forrásai lehetnek egyrészt a csapatból származó direkt bevétel, mondjuk például, amiről már talán beszéltünk is így egymás között, hogy már szeretnének játékos minimálbért bevezetni, megállapítani. Mennyire király dolog ez, már nem tudom elmondani. Akkor szponzorbevételről beszélhetünk, illetve hogyha mondjuk streamel, akkor abból is folyik be. Nyilvánvalóan itt vannak ilyen régiós különbségek. A Twitch nem tudom, hogy van, de például a YouTube-nál konkrétan tudom, hogyha magyar piacon ugyanannyi nézőszám streamnél nem ér annyit régióból adódóan, mint hogyha Amerikában csinálod ezt, tehát ez a legszánalmasabb kategória, hogy hiába mutatok föl annyit. Egy magyar streamer nem kap annyit árbevételből ilyen partnerprogram keretében, mert ez a régió, ez ilyen, hát milyen gazdaságilag kerekítési hiba vagyunk alapértelmezetten, és sajnos ezzel kell főzni, és sajnos ez meglátszik, tehát hiába vagy tehetséges. Ha mondjuk nagyobb esélyed van, hogyha angol nyelven egy kifejezetten amerikai piacra szánt dolgot, vagy esetleg megkerülöd, és tényleg kinti partnerprogramot próbálsz meg felhasználni. Nem tudom, hogy a Twitchnél ez hogy van, vagy hogy tudjátok-e, hogy ott hogy van. De a Twitchnél, amennyire én tudom, a subscribe az tök ugyanaz mindenkinél. Tehát, de itt ugye eldöntik a nézőit, hogy feliratkoznak-e, és akkor neked havonta fizetnek. Hát ott pedig ugye az van, hogy van feliratkozás, és ott is van a reklámbevétel, amit ugye a partnerprogramság esetén te magad dönthetsz, hogy mikor játszanak be reklámot, ugye? És akkor ebből kalapozhatsz össze valamennyi pénzt, de hát ez magyar viszonylatban... Nem tudom, azt hiszem, hogy 400 nézőt kell felmutatni ahhoz, hogy partner legyél. Hetente háromszor valami ilyesmit olvastam egyszer. Igen, és de hát ott a feliratkozók fizetnek neked? Tehát ez ott van előfizetési díj? Mert mondom, a Twitchnél az úgy van, hogy a konkrét előfizetési díj. Nem, én most a Twitchről beszéltem, YouTube-nál nincs. Ja, tehát ott egy olyan partnerprogram van, hogy ugye futtatnak, tehát most már van Magyarországon is vannak úgynevezett ilyen médiaügynökségek, akik kifejezetten YouTube-ra specializálták magukat, és ott partner program keretében, tehát kötsz velük egy szerződést, és ott az a videó alatt futó felugró hirdetés, vagy ami előtte ilyen spotként így beforog, azután, hogyha megnézik, de még az is időhöz van kötve, tehát legalább 30 percet meg kell, vagy 30 másodperc, az elég kemény lenne egy 30 perces, tehát 30 másodpercet meg kell nézni a nézőnek, hogy a YouTube például fizessen. Tehát mondjuk elég szemét módon van ez kitalálva. Magyarországon pedig nem arról híresek az emberek, hogy szeretnek reklámot bedolgozni az agyukba. Érdekes módon ez nálunk nyugatabbra, a reklámkultúra az jóval kifinomultabb. Tehát ott például teljesen normálisnak veszik azt, hogy reklám miatt kapom a tartalmat, vagy kapom a közvetítést. Nálunk meg le kell tiltani a reklámot, mert az káros, igen. Hát ezek az ilyen negatívabb aspektusai a dolognak. De szerintem alapvetően a streaming és a liga, meg a szponzori bevételek, amiből gazdálkodhat egy e-sportoló. Illetve az adományozás, ugye? Pont a napokban volt egy elég erős vita erről e-sport körökben, hogy ez az adományozás dolog, ez fair, nem fair, szabad-e, tehát hogy koldulásnak számít-e vagy sem, és erről azért te is elég erősen kifejtetted a véleményedet. Igen. Hát az van, hogy ez egy nehéz téma, mert hogyha az ember ugye értelemszerűen olyan dolgokat vesz alapul, amikkel már találkozott, ritkán találkozik olyan dologgal, hogy mostanában már nem annyira, hogy neten lehet adományozni dolgokat, adományozni akár pénzt is. Na most ugye az én érvelésem az volt ebben a vitában is, hogy egyre inkább elterjedtebbek az ilyen közösségi finanszírozási projektek, akár a Kickstarter vagy az Indiegogo, ezek mind olyan dolgok, amikor a user vagy néző vagy bárki jó ötletnek tart valamit, és ezért előre ad pénzt, mielőtt még megvalósulna az egész projekt. És ez sok szempontból nagyon jó, mert így legalább nem a multik irányítják azt, hogy mi az, amiből ők biztos bevételt várnak, és mondd, hogyha már...
meg tökre érdekel ez a dolog. Én nekem ez a... Tehát én nem gondolom, hogy ki tudod volni. Tehát mondjuk a nagyon jó példa erre mondjuk a Steam-en mondjuk az Early Access rész, amikor már üzletszerűvé fajult az a dolog, hogy félkész termékeket próbálunk meg előzetesen eladni. És ugye amolyan ilyen virtuális tőzsdeként én már a termékemet, mondjuk a Daisy, tehát hogy ez szerintem egy elég jó példa lehet arra, amikor azt nézed, hogy egy terméknek az életciklusa már a születése előtt megkezdődik, és végtelenségig nyújtható maga a folyamat, arra hivatkozva, hogy hát a ti kedvetekért tökéletesítjük, és nem készül el a termék, nincs, tehát igazából a fogyasztói visszacsatolás, ez egy lényegesen nehezebb dolog, mert úgy tűnik, mintha én ezt a fogyasztóért csinálnám, de közben már hülyére kaszáltam magam az elején, és... Ja, igen, értem. Nem érted? Azt mondom, hogy ezt nem lehet kihasználni. De alapvetően magát, az elméletet jónak tartom. Tehát úgy értem, hogy én, tehát pont amit én felhoztam ebbe a cikkbe is példában, példának az az, hogy régen szerepjátékoztam, Shadowrunoztam. És a Shadowrunnak a csapata egy ilyen Kickstarter program keretében megcsinálta, vagyis hát feltette a Kickstarterre azt, hogy ők megcsinálják ezt egy számítógépes játéknak, egy olyan RPG-t, amit akár a user is, tehát kalandokat írhatsz hozzá, az egész pályaszerkesztőt odaadják, stb. És ez nem jöhetett volna szerintem létre, hogyha egy nagy stúdióhoz oda mennek, és azt mondják, hogy gyerekek, nekünk van egy ötletünk. És tény, hogy nem lett tökéletes, meg bizt, de hát legalább keresnek vele olyasmit csinálnak, ami jó, és olyan embereknek csinálják, akiket ez érdekel. Ezt maximálisan egyetértek, csak azért mondom, hogy szerintem ez kicsit átalakul olyanná idővel mindig, mint a South Parkban volt egy rész, nem tudom, emlékeztek-e, amikor a Walmartot fölgyújtják, mindenki a sarki fűszereshez kezd el járni, és a sarki fűszeresből lesz a Walmart, aztán fölgyújtják, és mindenki elérnek a kumbáját. Na, így működik szerintem a fogyasztói társadalom is, és minden ilyen kezdeményezés előbb-utóbb kinövi magát egy olyan ilyen pénzéhes igen, lehet, organizációvá, hogy az a multit, mint jelenséget nem fogod tudni megszüntetni, mert ha te csináld a új innovációs ötletedet, idővel te leszel a multi. Ja, értem. És én ilyen szempontból azt gondolom, hogy csodát nem nagyon lehet tenni, mert ha már valami sikeres, akkor onnantól fogva dirigál majd a piac valamilyen szinten. Igen, ebben biztos igazad van. Annyi, hogy tehát mint párhuzam, szerintem ez még mindig jobban ráhúzható az adományozásra, mint sem az internetes koldulásra, ami szerintem azért távol áll attól, hogy tehát nem, az emberek nem kéregetnek azért, mert ők streamelnek, hanem hogyha úgy döntesz, vagy tetszik neked, amit csinálj, és szeretnéd, hogy tovább csináljam, akkor támogatod. Ennyi. Ezért is érdekes, hogy most például a Twitch-en hozzák ezt a mell eldugós törvényt, mert hát hiszen akkor... Rossz a biznisznek. Igen, tehát hogy most miért baj az... Igen, és akkor ugye itt kicsit át is térhetünk ennek az egésznek a pszichológiai vonalára. Orsi, ezt elsősorban ugye ez a te területed. Tehát, hogy mi az, amiért most az a trend, hogy hirtelen mindenki saját magát kezdi elmutogatni. Nem feltétlenül a játék, tehát, hogy nem feltétlenül a játékot, ahogy ő játszik, hanem úgy kicsit azért úgy saját magát is. Erre csak azt tudom mondani, mert lehet. Tehát, mert hogy az internet ezt ma már lehetővé teszi. Tehát, hogy mondjam, szerintem, és nem tudok sokkal többet mondani ennél, az internet létrejöttével, tehát amit igazából kutatnak, az az, hogy régebben ezt kutatták, hogy ugye ez egy anonim felület volt, most nem is a videókról beszélek, és hogy ezáltal azok az emberek, akiknek volt valami olyan vágya, hogy az anonimitásból megszólaljanak, megmutassák magukat, a gondolataikat, piszkáljanak másokat, stb., akkor ezeknek ez az internet egy olyan felületet nyújtott, amit eddig ugye a szűk közösségben nem tudtak megtenni. Ezek általában ugye valamilyen, tehát olyan mély pszichológiai igény, valamilyen szükségletet pótolnak ezzel, ugye nem kaptak elég figyelmet, nincsenek barátaik, stb. Ezt így az interneten elég jól lehet pótolni. Az meg, hogy most már ugye videóval is, vagy videón is lehet követni az embereket. Ezt nyilván azok az emberek használják ki, akiknek erre van adottságuk és tehetségük, ugye jók ebben. Másrészt meg, akinek egyáltalán van erre belső igénye, mert van egy csomó ember, aki köszöni szépen, nagyon nem kér, tehát olyan introvertált, hogy nem kérne ebből semmi pénzért.
ez tény is való, hogy az internet születésével, vagy létrejöttével olyan tömegszinten jelennek meg olyan olyasmik, amik eddig egyáltalán nem voltak, mert az internet egy felületet biztosít erre. Még mielőtt elkezdődött ez a kerekasztal beszélgetés, mondtad itt a kulisszák mögött, hogy neked azért erről elég határozott véleményed van, és hogy fogjunk vissza, hogyha ezt nagyon ki szeretnéd mondani, de én azért szeretném, hogyha elmondanád. Én, nekem mindig mindenről határozott véleményem van, és ez nagyon rossz. Nyilvánvalóan nem értek hozzá. Én látom ebbe ezt a virtuális magamutogatás jelleget. Igen, nyilván. És nyilvánvalóan, hogyha emlékszünk mondjuk a 60-as évek Amerikájára, amikor volt egy ilyen gong show, vagy mi volt az, amikor fölállt az egyszerű ember, az utca embere a színpadra, elkezdett csinálni bármit, és hogyha nem bírta a zsűri tovább, akkor megütötte a gongot, és akkor ki kellett vinni őt onnan legtöbbször erőszakkal, mert ugye mindenkinek kellett a 15 perc írnév. És azt hinné az ember, hogy nem állnak sorba az emberek, hogy hülyét csinálják magukból, de mintha jegyet osztanának, olyan szinten állnak, és bármiért a saját anyámat is eladom, hogy ebből legyen valami. De ez szerintem egy fura dolog, mert egyébként érdekes módon én azt gondolom, hogy bejött. És ez azért érdekes, mondjuk egy simán egy magamutogató, vagy egy ilyen vélemény megmondó streamerhez képest, vagy mondjuk ha média szempontból nézzük a dolgokat, ugye a bloggerek és a webbloggerek eléggé megváltoztatták a média szerkezetet, mert egyszerűen tízezreket, százezreket képesek megszólítani, és véleményvezérekké válnak, anélkül, hogy egyébként bármit is felmutattak volna az életben. Tehát olyan, oda van, rá van irányítva a kamera, van egy olyan ember, akinek egy olyan YouTube csatornája van, hogy lemegy vásárolni, és közben beszélget a barátnőjével, hogy mit vesznek. És ezt 15 ezer ember nézi. És én ezzel mindig így teljesen vagyok döbbenve, hogy akkor minek csinálok újságot? Hát lemegyek, vásárolok a Tesco-ba, ezért Parizert, és akkor biztos majd lesz 10 000 subscriber ezért. És én számomra ez fölfoghatatlan, de működik, mert hogy van, gondolom, van egy ilyen kukkolás jellege, van egy ilyen, és akkor ott vannak a tehetségesek, még Magyarországon is, egy Sirius vagy egy Game Day iroda, akiket én azt gondolom, hogy egyébként olyan jellegű műsort csinálnak, vagy még sorolhatnék még sokat is, akik olyan megmondó emberek, akik egyébként szerintem ügyesek is kamera előtt, vagy van is tehetségük hozzá. De eltűnt az a klasszikus médiaforma, mint mondjuk, annak ellenére, hogy van GameStar magazin, annak ellenére régen, hát összehasonlíthatatlanul egyedibb volt egy printes magazin, mint mondjuk ma, amikor már az inger küszöb így meg van emelkedve. Szerintem ez egy érdekes jelenség, és még nem tudom, hogy ez majd ki fog-e pukkadni valamikor, de pont a streamerek kapcsán ez egy nagyon fura dolog, hogy azért ott mégis van mögötte valami tudás, csak itt jön be ez a K-Citron jelenség, amiről beszélgettünk, hogy mondjuk ott, hát nem ő a legfényesebb izzó a csillárban, de ennek ellenére mégis pusztán az adottságaival képes nézőket magához vonzani. Én pedig azt gondolom, hogy ha meg tudja csinálni, akkor tegye. Tehát ha van követője, és láthatom van, akkor én nem sajnálom tőle ezt a sikert, vigye nyugodtan, tehát mindig lesz. Ennek mint a cicás videóknak, és az valahogy azt is mindig nézik. Ha már K-Citronnál tartunk, ugye ez valahogy összefüggésben állhat azzal, hogy azért az e-sportolók, meg az e-sport iránt érdeklődőknek a 85-90% a férfi? Nem. Bővebben? Ne. De igen. Hát, miért ilyen kevés a női e-sportoló, akkor így kérdezem. Szerintetek? Jó kérdés. Nem tudom, őket... Én nem tudom, ezt próbálják ilyenkor mindig mondani, hogy ez képességbeli különbség, lehet, hogy valami... Én ezt nem értek egyet. Én azt is olvastam, hogy igazából nagyon sok nő játszik. Tehát... Nem arról van szó, hogy csak férfiak játszanak. Nagyon sok nő játszik, de lehet, hogy ők nem annyira exhibicionisták. Nagyon sok nő játszik, de a férfiak azok, akik a játszásnak inkább a kompetitív oldalát
kedvelik. Ezt most kutatási eredmények alapján mondom. Tehát akkor is, hogyha sok a női játékos, ők sokkal inkább a társas aspektusát szeretik az online játékoknak. A felfedezést, a gyűjtögetést, egyáltalán a barátkozást. Az otthonteremtést. Ez így, ez nyilván, hogy mondjam, nyilván ez, tehát ez statisztikai adatok alapjáni általánosítás, de hogy nagy vonalakban ez kijön, ez a különbség. És vannak női sportolók, tudjuk, hogy vannak, de... Itt van magyar csapat is például, akik, azt hiszem, hogy Call of Duty, valami FPS-t játszanak, most nem tudom, segítsetek. Csében? És... Hát én azt gondolom, hogy ez nem hiszem, hogy ez nem tudom egyszerűen, hogy ez miért alakult. Én nem gondolom, hogy ez egy ilyen férfi uralt dolog lenne. Bár ennek ellenére egyébként érdekes, hogy a játékvilágban meglehetősen erős a szexizmus. Tehát én úgy látom, hogy egy erősen szexista közegről beszélünk. Vagy ez most olyan kényes téma? Vagy? Nem, de egyébként csak bólogatok tényleg. Tehát a kutatások alapján is ezt tudom mondani. Nem véletlenül szállt be a YouPorn is az e-sport bizniszbe. Ugye, saját csapattal. Milyen érdekes. Különben abból kiindulva, hogyha azt megnézik, hogy valaki lemegy vásárolni, és a barátnével telefonál közül, hogy mit vegyen, abból kiindulva, tehát nem csak a kompetitív játékosokat nézik a streamen, tehát így a nők is nyugodtan streamelhetnének. De streamelnek is. Igen, csinálják is. Hogy kevesebben vannak. Kevesebb a pro. Tehát a kevesebb, aki olyan szintre eljut igazából. Vagy hogyha mondjuk nagy magas a nézettsége, akkor már előjön a szintén szexista megközelítés, hogy hát hiszen azért, mert kirakja magát. De mondjuk mondjuk pont készítőn esetében ezt én azt gondolom, hogy ez igenis egy tudatos folyamat, ő rájátszik erre, és még ebben sem látok egyébként problémát. Tehát hogyha valaki előnyt kovácsol abból, ami van, akkor szerintem ez nem. Én nem tudom ezt elítélni, nyilvánvalóan megértem az ezzel kapcsolatos frusztráltságot, de én nem tennék ebből, tehát szerintem ez nem egy probléma. Alapvetően egy célcsoportot szolgál ki, és sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, de alapvetően egy ilyen jellegű célcsoportról van szó. Hát nem, tehát az emberjogi kérdésekben ne a stream néző közönséget kérdezd meg, az biztos. Na, bocsánat. Maradjunk egy kicsit a játékosoknál. Szerinted mikor érdemes elkezdenie e-sportolni egy játékosnak? És ezt most pszichológiai aspektusból kérdezem. Tehát, hogyha túl korán kezdi el, vagy ha túl későn kezdi, ugye azt tudni kell, hogy azért a professzionális e-sportolók, ők mondjuk zömében ilyen 16-24-25 évesek, tehát 16 lehet profi ligákban játszani, viszont 24-25 évnél idősebb játékos pedig már nem nagyon lehet találni. Melyik szempontból kérdezed, hogy mikor érdemes? Mert az egy dolog, hogy tehát nyilván, hogyha nagyon fiatal korban kezdesz valamit, akkor abban nagyobb valószínűséggel leszel jó és jobb és jobb. Itt, hogy mondjam, fejlődés, az ebből a szempontból és az egészséges fejlődés szempontjából. Hát eleve most már van egy nagyjából szakmai konszenzus azon a téren, hogy 2-3 éves kor alatt semmiféle képernyővel kapcsolatos tevékenységet a gyerekek kezében nem lenne szabad adni. Tehát az, hogy a gyereket 1-2 évesen odaültetik a tévé elé, vagy a kezébe adnak valamit, ez a hosszú távú fejlődés szempontjából nem egészséges sajnos. De hogy az van, és szerintem ez még tehát a serdülő korig is, hogy akkor fejlődik, vagy hogy mondjam, akkor lesz a teljes élete szempontjából mondjuk sikeresebb, ügyesebb, kompetensebb, hogyha nagyon sokrétűen fejlődik a gyerekkor, a serdülőkor, az pont arról szól, hogy minél több mindent, minél többféle dolgot tapasztaljon, és nagyon sok dolgot tapasztaljon mozgáson, tehát a mozgáson keresztül kialakuljon benne egy egészséges testérzet, és ezt, hogyha ugye napi nagyon sok órát ül a gép, vagy a tévé, vagy bármi ilyen képernyő előtt, akkor ez egyszerűen... Tehát itt alapvetően nem azt mondanám, hogy a játékokkal, vagy a tévével van önmagában a baj, hanem azzal, hogy a nap az 24 órából áll, és ez mindig is 24 órából fog állni, az életünk meg véges, és hogy egyszerűen, hogyha napi 8-10 órát játszik valaki,
akkor nem tud, akkor nem jut ideje egy csomó olyan dologra, ami viszont nagyon fontos lenne. Itt én is kérdeznék egyet, mert fölmerült, illetve fölmerül sokszor az, hogy ezek a profi e-sportolók viszonylag hamar kiégnek. Tehát, hogy úgy égnek ki, hogy mondjuk 21-22 év, nem tudom nálad mikor volt ez a dolog, majd erről is beszélünk. Csak hogy mondjuk eléred azt, tehát mondjuk tényleg abból a szempontból nézve, hogy jön egy hirtelen siker, nagyon-nagyon sokáig küzdesz, jön egy hirtelen siker, mondjuk ott állsz 22 évesen, és mondjuk 800 ezer dollárt keresel egy évben, és akkor utána nincs egy ilyen hova tovább érzés, tehát nem fenyegeti az ennyire fiatalon, mondjuk Magyarországon nem fenyeget ez a veszély, de mondjuk nyilván fölmerül ez is, nem? Hogy valaki az életét ráteszi egy dologra, amiből mondjuk kihajtja a maximumot a 20-as évei közepére, és akkor ez olyan, hogyha fiatalon leszel rockstar, és akkor még 40 évesen ilyen kokainos orral ott témveregsz egy diszkóba, hogy te valaha nagy voltál, és azért van erre különben példa, tehát csinálják ezt rockstar. Igen, tehát ezért mondom, hogy kialakul itt is ez a betegség, nem? Vagy kialakulhat? Én általánosságban nem tudok mit mondani erre, de tehát nyilvánvalóan igen. Azt gondolom, hogy tehát ezek valószínűleg a leginkább attól függnek, hogy egyébként mennyire egészséges ő maga, tehát pszichológiai szempontból, a környezet, ahonnan jön, a család, a barátok. Tehát el tudom képzelni azt, hogy most, hogyha már amennyire én mondjuk PewDiePie-on látom, ugye ő nem játékos, de hogy tehát ha valakinek van sikere, akkor neki van, és tehát nekem így az a benyomásom kívülről, hogy ő ezt valahogy így tudja kezelni normálisan, tehát anélkül, hogy nagyon elszállt volna vele a világ, de hogy, tehát, hogy pont, és ugye pont az a baj, hogy a játék az nagyon-nagyon megfelelő arra, hogy az ember belemeneküljön mondjuk egy rossz családi környezetből, egy rossz, tehát egy depressziós voltból. Egyszerűen, hogyha valaki nagyon nincs jól magával, a játék az sajnos vagy nem sajnos egy elég jó módszer és lehetőség arra, hogy ezeket maga mögött hagyja, magyarán a szőnyeg alá söpörje. És ugye itt most ez általában függősége van tehát a függőségehez van köze, de hogyha mondjuk e-sportoló lenne, mert belehajszolja magát, ugye jönnek a sikerek, ami mondjuk nem volt neki egyébként korábban. Nem volt neki korábban, azt figyelted, hogy így abszolút rád, nem azért csak... Itt gesztikulálok, mert a jobb kezemben van a mikrofon, csak azért. De hogy... Szóval, hogy ilyen esetekben azt gondolom, hogy sajnos fennállhat ez a veszély, és egyébként pont majd még lehet később erről beszélgetni fogunk, de pont azon gondolkozom ez az e-sport kapcsán, hogy ugye ebben én azt látom veszélyesnek, hogy mondjuk van egy karrier 25, mit tudom én, 30 éves korig, de hogy utána már egyszerűen azért nincs, mert a fiatalabbak, gyorsabbak, ügyesebbek, tehát ez akármit csinál az ember, 40 évesen nem lesz világelső, és hogy az a nagy kérdés, hogy addig beleölt mondjuk 5-10 évet az életéből, pont abból az időszakból, amikor az egyébként a karrierét meg kellett volna alapozza, és én elhiszem, hogy vannak olyan emberek, akik ebből utána is meg tudnak élni, mert valamilyen formában kapcsolódni fognak hozzá, de hogy meg mi van azokkal, akik meg nem. És hogy ugye itt én még azt látom problémának, hogy nagyon sokan vannak, akik törekednek, ugye mondjuk az 1 millió dolláros díjazások felé, de hát hányan vannak, és hány ember kapja meg azt a díjazást, és hogy mi lesz az összes többi emberrel, aki szintén beleölte azt az őrületesen sok időt és energiát. De ez ilyen szempontból nem... Bocsánat. Én még nem akarom azt mondani egyébként, hogy ők ebből nem profitálnak egyébként emberileg, mert amit ti azt mondjátok, tehát ugye, hogy kitartás, hogy csapatjáték, tehát egy csomó mindent kivehet belőle, én nem mondom, hogy nem, csak hogy sajnos látom azt, vagy el tudom képzelni azt is, hogy van, aki meg nem vesz ki belőle annyit. De ez ilyen szempontból nem hasonlítható, ha már a párhuzamot az elején föltettük, hogy egy sima sportkarrierhez? De, szerintem igen. De ugyanúgy benne van ez a lehetőség, nem? Vagy ti mit gondoltok erről, hogy... Persze, tehát én úgy értelmezem az e-sportot magát, hogy tehát én mindig párhuzamba állítom a focival. Egyrészt a körítést, ami az egészhez hozzátársult, másrészt pedig, hogyha egy játékos szempontjából nézzük, és egyébként pont ezt a példát akartam neked felhozni, hogy
ott vannak mondjuk a top csapatok, mondjuk vegyük a Real Madridot, 6-7-8-9 éves tehetségek után kutat, akit ő már saját maga tud kinevelni úgy, ahogy ő szeretne. És ma már kicsit ezt érzem a nagyobb e-sport csapatoknál is. Keresik a 12-13-14 éves, akár koreai, akár nem tudom, mondjuk Európában még nem tudom, hogy ez mennyire népszerű, de keresik ezeket a nagyon fiatal tehetségeket, akiket bevonzanak saját magukhoz, és már úgy nevelik ki őket, hogy amint elérik azt a korhatárt, amitől ők versenyeznek, akkor már teszik is be őket a csapatba, és mennek versenyezni. És ebből a szempontból ugye a kettő ugyanaz. És mindeközben meg mennyire ellentmondásos pont ma talán a te cikket kapcsán merült föl a kínai átnevelő táborok. Ugye, amikor a net és játékfüggő gyerekeket ilyen félkatonai táborba bele gyógyszerezve bedobják a szüleik, hogy akkor most már akkor a kis huankát le kéne szoktatni a WWW-ről, mert nagyon komoly bajok vannak. És mennyire nem tud az ember mit kezdeni ezzel a jelenséggel, hogy több naponta valaki játszik 10-12-15 órát, és elérhet valamit, és profilálsz, és közben meg a másik meg egy ilyen lágerbe ott így vergődik éppen a többi kortársával, és ez ilyen teljesen ellentmondásos. Tehát olyan megint, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel az egész jelenséggel szerintem. Teljesen megosztja az egész világot, mondjuk ez itt talán túlzás, de hogy számomra ez is ijesztő, hogy közben pedig egy olyan addikciós problémáról beszélgetünk, mint a játékfüggőség, ami pedig nem tudjuk, hogy hát illetve tudjuk, hogy hova vezet, mert ugye ez is ugyanolyan függőség, nem? Beszéljek erről, igen. Szeretnéd. Egyébként az e-sport kapcsán, hát ennek a kapcsán még nem nagyon van szakirodalom, de hogy volt egy, tehát felmerülhet az, hogy ugye a függőségnek alapvetően, főleg az idősebb korosztály, meg egyáltalán azt gondolják, hogy aki sokat játszik, az függő. Ugye szoktunk ilyesmit, egyébként szoktunk olyasmit is mondani, hogy csoki függő vagyok, sorozatfüggő vagyok, nem tudom mi, és ez, ugye ezek azon alapszanak, hogy én valamivel sok időt töltök. Na most ennek nincsen igazából relevanciája. Tehát a függőség az annak, ennek ugye a legtöbb, a játékfüggőségnek még nem, majd valószínűleg lesz, hivatalos diagnosztikai kritériumai, na. Jó. És bocsánat. Az idő, az, hogy mennyit töltesz vele, az általában nincsen ezek között a kritériumok között. Ami ellenben van, az, hogy milyen hatással van az ember életére. Magyarán negatív hatással van-e vagy sem. És a szakirodalom leír ilyen példákat, hogy attól, mert mondjuk tehát hogy vegyünk két személyt, akik mind a ketten mondjuk 10-14 órát játszanak, az egyik személy az úgy játszik 10-14 órát, hogy munkahelye van, családja van, élete lenne, de nincs, ugye, mert rámegy a játékra. A másik személy pedig úgy, hogy ő egy egyetemista, éppen nyári szünet van, éppen olyan családi meg anyagi körülmények között vannak, hogy nem kell nyáron dolgozzon, jól el van 10-14 órát, még a maradék néhány órában kimegy a haverokkal, és amikor elkezdődik az egyetem mondjuk, akkor ezt abba hagyja, és mit tudom én, játszik onnantól arrafele 1-2 órát naponta. Na, ebben az esetben ugye itt nem beszélünk függőségről is, illetve hogyha egy ilyen a diagnosztikai kritériumok alapján végigmennénk, akkor nem is jön neki függőnek. És az e-sport ugye azt meg mondjuk, ez nem vontunk még párhuzamot a munka, és tehát az, hogy az e-sport munka-e vagy sem, de nyilván, hogyha vannak, akik megélnek belőle, akár munkának tekinthető, és ebben az esetben megint, tehát hogy nem... Hogy mondjam, nem beszélünk függőségről, mert hogy igazából dolgoznak. Illetve úgy ahogy van egyébként testezés függőség, tehát a sportokon belül is van függőség, de nem az élsportolók, akik valamilyen konkrét célért dolgoznak, és ezt teljesen tudatosan dolgoznak ezért, hanem azok, akik azért mondjuk testedzenek, azért járnak edzőterembe, és edzenek napi, mit tudom én, 6-7-8 órát, hogy ne kelljen az egyébként problémájukkal szembesüljenek. Reflektálva arra, hogy az e-sportolóknak, vagy akik még munka mellett játszanak, nincs illetük, de van több is. Viszont hogy látod, mi ebben az egészben a
szülőknek a szerepe, tehát most visszamegyünk még mindig oda, hogy a fiatalok, hogy a gyerekek, és hogy igen, napi 6, 8, 10, 12 órát játszanak. Hol van itt a szülőnek a felelőssége? Hagyja, mert látja a gyereken, hogy ő ezt tudja, csinálja, lehet, hogy a jövőben megélhet belőle, vagy ne hagyja, mert akkor meg nem lesznek barátai, meg nem fog tudni szocializálódni, stb. Az a baj, erre nehéz válaszolni, de... Ha te szülő lennél. És majd az leszek, képzeld el, mert kétségbe vagyok esve már most egyébként. Igazából hadd kérdezzek meg tőletek valamit, mert ezzel nem vagyok tisztában, hogy tehát lehet-e úgy esportolni, hogy emellett egyébként, tehát hogyha mondjuk nem, tehát hogy emellett úgy tényleg legyen egy élete az embernek olyan szempontból, hogy vannak barátai, néha kikapcsolódik, esetleg tanul valami egyebet is, tehát hogy ez nehéz. Attól függ, hogy milyen céljaid vannak, tehát hogy mit akarsz elérni, hogyha tehát én visszaemlékszem arra az időre, amikor a 2005-ös vagy 2002-es felkészülésünk volt, akkor én ugye egyetemre jártam, és azok megterhelő időszakok voltak, tehát ilyen napi 6-8 óra játékkal telt a nyár, és amikor vége lett az első, tehát amikor megnyertük a kvalifikációt, akkor utána még egyszer még ráhúzni, hogy majd a versenyen is jól szerepeljünk. Tehát ez így nehéz, de én az, tehát hogy mondjam, emellett, hogyha az ember tud maga mellett barátokat tartani, akik nem hagyják el, az egy tök hasznos dolog. Nyilván, hogy az is, hogyha ott van egy csapat kohézió, hogy te csapatban játszottok, akkor ugye ott is lehet egy ilyen szociális élet. Nem, visszatérve, bocsánat, a szülőkre, én azt mondom, hogy pont amiatt, hogy ugye ez az esport, ez egyelőre legalábbis nem egy elismert, és nem egy olyan mondjuk szakma, amiből meg lehet élni. Én szülőként ezt egyszerűen, tehát hogy kockázatosnak tartom, mert nem lehet honnan tudni, hogyha a gyerek az egész napját a játékokra szánja, ebből lesz-e egyébként valami. Illetve ami nagyon, tehát nagyon nagy kérdés, hogy az a gyerek az miért játszik egész nap. Mert én azt gondolnám, hogy attól függetlenül, hogy a játékok nagyon jók, nagyon érdekesek, és egyébként egy tök jó kikapcsolódás, azt gondolnám, hogy csak nem normális, amikor valaki semmi mással nem foglalkozik. És itt nem tudom, nagyon, tehát én ebben érzem a nehézséget, hogy kellene egy egyensúly, de ahhoz, hogy valaki világkiemelkedő legyen, az csak akkor lehet, hogyha gyakorlatilag minden mást feláldoz ezért, vagy legalábbis szinte minden mást feláldoz ezért. És őszintén nem tudok itt nagyon okos lenni ebben a kérdésben. De én ezzel különben egyet tudok érteni. Tehát én ezt látom magamon, hogy ez úgy működött. Tehát amikor mi, mondom, a magyar bajnokságra készültünk, akkor nem volt más, ott az volt csak. És ez tényleg egy időre az embert eléggé behatárolja. De azt is hozzá kell tenni, és különben az abban is nagyon egyetértek, hogy azt kell mérlegelni, hogy mit nyerhet ebből valaki. Akkor is nyerhet belőle, hogyha nem ő lesz a világbajnok. Akkor is nyerhet belőle egy csomó mindent. A kérdés az, hogy hol áll meg. A kérdés az, hogy ne veszítsen annyit, hogy aztán utólag nagyon megbánja. Igen, de ez azért annyiban nehéz szerintem ennek a megítélése, mert hogyha mondjuk összehasonlítjuk egy klasszikus sportolói pályával, amikor egy fiatal gyereket ugye járatnak, nyáron edzőtábor, versenyszerű sportról beszélek, akkor nyilvánvalóan az ő fiatal korát is alapvetően a sportolási környezet, a felkészülés, az edzőtáborok, minden más, az összes szociális kapcsolata is annak van a lerendelve, sőt, ráadásul egy nagyon erős eredményorientált rendszerben nevelkedik föl, tehát egy állandó megfelelési kényszernek van kitéve, szerintem. És neki tényleg az egy lapja van, hogy sikeres sportoló lesz-e vagy sem. Ugyanakkor, hogyha egy hardcore vagy progamerről beszélgetünk, akkor főleg a mostani tartalmi fogyasztási szokásoknak köszönhetően azért fölmerül az, hogy lehet, hogy ugyan nem lesz olyan progamer, aki versenyeken kiemelkedő eredményt ér el, de mondjuk egy streamer még lehet belőle akár, vagy hogyha esetleg jól tud beszélni, jól tud szórakoztatni, vagy egyéb adottságai vannak, akkor,
akkor még akár ezzel egyébként pénzt is kereshet, és mondjuk van rá esélye, vagy idővel átmegy, akkor tényleg a médiába dolgozni, azért ez sem egy annyira ritka történet, hogy akkor vagy így, vagy úgy kiköt valahol a szakmába, vagy leszerződteti egy cég, egy mit tudom, marketinges része, mert ismeri a célcsoportot, mert ismeri a működést, és jobban tudja belülről segíteni a rendszert. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen gamerként, talán ha mondjuk szülőként is próbálod nézni, akkor több lehetősége van egy fiatalnak elindulni, pénzt keresni, látni valami sikert ebből. Az a kérdés, hogy tudja ez a fiatal ezt valamennyire tudatosan csinálni, vagy ugye csak így belevesződik a játékba. És ez ugye a szülők, tehát ugye ott egyáltalán a családi kapcsolatok meg, tehát hogy a szülő is, hogyha a gyereke tudja tudatosan csinálni, és a szülő is ezt elhiszi, hisz neki, támogatja, azért teljesen más helyzet, mint amikor a gyerek azért játsza betegre magát, mert utál otthon lenni, úgy érzi, hogy senki sem figyel oda rá, egyszerűen rosszul érzi magát a bőrében, nincsenek barátai, és akkor nesze neked játszik reggeltől estig, mert ott legalább van egy kis sikerélménye. Hát nyilván nem ebből lesz a sikeres streamer, a Zokogó channelt azért nem nézném olyan szívesen, mennyire szar az élet, és akkor... Nem. Bár ezt is néznék, figyeld meg! Azt azért akkor kijelenthetjük, hogy azokból lehetnek igazán jó e-sportolók, akik beleviszik ezt a tudatosságot a saját játékukba. Tehát azért te is mondod, hogy te tudtad előre, hogy a következő X hónapod az azzal fog telni, napi 6-8 óra felkészülés. Igen, igen. Igen, meg hát nagyon mérlegelni kell tényleg az, hogy ez milyen ered, vagy hogy mondják ezt, milyen rewardokkal fog járni. Tehát, hogy a végén... Majdnem meg volt az eredmény szó egyébként. Mennyi XP-t kapsz? egyébként, ahogy így olvasgatom néha az ilyen Facebook csoportokat, meg fórumokat, még most kicsit a szülőkre visszatérve, egyértelműen az jön le nagyon sok kommentből, meg hozzászólásból, hogy mert az anyám azt mondta, hogy most már ne, mert a szüleim, tehát hogy azért, ha mondjuk mint Magyarországot, mint társadalmat nézzük, azért a társadalom részéről még van egyfajta ellenállás ez iránt, az egész e-sport és az e-sporthoz kapcsolódó szubkultúra iránt. Hát ebben nekem sokkal esújtóbb vélemény van, nem az e-sporttal, eleve a játékkal kapcsolatosan még iszonyat a sztereotípiák vannak. És ezt sajnos ugye médiumként is rendszeresen belefutunk abba, hogy piaci szinten is még azt gondolják, hogy aki játszik, az a szülei alaksorában élő pattánsos kövér gyerek, és én hát csak részben tudtam erre rácáfolni, hogy ez nem így van, de a helyzet az, hogy nem hogy ott tartunk társadalmi megítélési szinten, hogy az e-sport úgy jöjjön be a köztudatba, mint egy érdekes újdonság, hanem ott tartunk, hogy azt kell magyaráznunk, hogy a játéktól nem lesz tömeggyilkos, vagy sorozatgyilkos, mert még mindig ugyanezek vetődnek föl, és akkor visszatérünk az erőszakossá tesz-e a videójáték kérdéshez, ami nyilvánvalóan a legunalmasabb dolog, amit el lehet képzelni a Földön, mert alapvető ellenérzés van, és közben meg nem veszik észre, hogy ez a piac hova változott. Vagy anyuka, aki játsza a passziánzt, az leszidja a gyereket, hogy miért vovozik. És akkor nem érti, hogy de hát ő is gamer, vagy a papapírszaga az nem kevésbé játék, noha nyilvánvalóan az a hardcore gamer szubkultúra az minden más játékot lenéz, és a casualek mocskos, köpnivaló férgek, csak hogy a casualek tartják fönn ezt az ipart, azt ne felejtsük el. Tehát ezt jó lenne megérteni, hogy egy globális változásról van szó, kinyílt egy olló, és egy olyan piacról beszélgetünk, ami még nem tudjuk, hogy mekkora, ez egy egészen újszerű dolog, és nyilván nem vethető össze azzal a tendenciával, amit mondjuk a 90-es évek ilyen belterjes lampartjai jelentettek, mert más emberek voltak azok, akik ezt csináltak, más most a közönség. Megvan a HC-nek is a közönsége, és megvan egy egészen más jellegű ipar és piac is, és még ezt sem tudták elfogadni az emberek. Tehát szerintem még nagyon messze vagyunk sajnos attól, hogy valódi teljesítménynek ítéljék meg az e-sportot. Bocsát, hozzászóltok? Azt csak azt akarom mondani, hogy
Szerintem viszont, tehát hogy mondjam, mi sem kellene egyébként elítéljük ezeket a szülőket, meg az idősebb generációt, ez egy teljesen természetes fejlődési folyamat és változás. Tehát úgy, ahogy réges-régen az idősek azon voltak fölháborodva, tehát amikor megjelent az írás és az olvasás, hogy az írás és az olvasás fogja elbutítani az emberiséget, mert már nem fogunk észben tartani ugye mindent, amit addig észben tartottunk, és ettől volt egy ugye morális pánik. Ez most is észrevehető, és az az igazság, hogy itt nyilván lehet ez, tehát ez puhul, esetleg a hírekkel, de mondjuk a médiából jövő üzeneteken nem puhul, de hogy azt akarom mondani, hogy ezt valószínűleg ki kell majd várni, amíg szépen egyszerűen felnő az a generáció, aki már valamilyen szinten a játékokon nőtt föl, és ők egy kicsit másképp fogják nézni. Ezt csettintésre ez nem fog megváltozni, és az igazság, hogy ugye ezen, tehát mi is szomorkodhatunk ezen, de hogy egyszerűen jobb, hogyha elfogadjuk valamilyen szintű, hogy ez egy természetes folyamat a dolgoknak. És ez is lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy akkor te úgy gondolod, hogy pusztán időkérdése az, amíg mondjuk a hazai társadalom elfogadja ezt az egész e-sport szubkultúrát? Most nyilván nem látok a jövőbe, de hogy egyébként, tehát nyilván azt gondolom, hogy amikor már felnőttek, vagy azok a gyerekek, vagy válnak szülők, akik ők maguk egyébként szabadidejükben egészséges módon játszottak és szerettek játszani, azt gondolom, hogy persze, nem az e-sporthoz, nem, tehát hogy valószínűleg az ennek az egésznek lesz majd a velejárója, az egész gamer. Ezzel én is egyetértek, hát gyakorlatilag most váltak szülővé, vagy válnak szülővé azok az emberek, akik az első játékosok voltak. Tehát amikor, akik mondjuk itt mondjuk, ha a magyar viszonylatokat nézzük, akkor azt gondolom, hogy talán a 80-as évek végén még a Videoton gyártott a Pong készülék, illetve aztán a Commodore Plus 4 meg 64 betörése. Az volt az első generáció, aki találkozott a videójátékkal, és azok az emberek most lesznek szülők, és még ők is gondolkoznak azon, hogy most akkor mennyi jogalapon van a gyereknek bármit mondani. Ez kicsit olyan, mint mondjuk Ozzy Osbourne, hogy nyilván mondhatja a gyerekének, hogy ne drogozz, de nem emlékszik a 80-as évekre, tehát hogy most innentől fogva neki most olyan nagyon-nagyon sok jogalapja nem nagyon van, és mondjuk nyilván nehéz lesz nekünk is azt mondani, hogy akkor mondjuk ne vóz édes kisfiam, mert Smirált apa végigvovozta az egész fiatalkorát, most innentől fogva nem tudom, de biztos vagyok hogy benne, hogy ez oldódni fog valamilyen szinten, de még mindig van egy ilyen mainstream nyomás ezen a dolgon, hogy bárha megnézitek mondjuk a Big Bang Theory-t, akkor látszik, hogy mondjuk egy amerikai piacon már a kockaság az már egy mainstream dolog lett, és teljesen elsőt most már kifejezetten szexi dolog, mert hogy ez a legnézettebb, és most már minden aspergerest kergetnek az utcán a lányok, hogy mennyire jó. De alapvetően mutatkoznak jelei szerintem is, csak azt gondolom, hogy Magyarország ebben még azért hátrébb van most. És miben térünk el a nemzetközi piactól? Hiszen a technológiai fejlődés az nagyjából ugyanúgy ment végbe időben, de azért mégiscsak azt látni, azt tapasztalni, hogy le vagyunk maradva. Akár Európához, akár Amerikához, akár a Távol-Kelethez képest. Tehát mik azok a különbségek, amik mondjuk hazai és nemzetközi sport között a pénz előhozható? Csak a pénz. Tehát én nem hiszem, hogy itt rosszabb képességű emberek élnek. Kevesebben vagyunk, nehezebben jutunk. A mentalitás is azért, tehát hogy a mentalitásban is, hogy mondjam, valamennyivel le vagyunk maradva. De igen, de hogy mondjam, a mentalitást azt hozná az a piaci környezet is, ami egyébként minden más mond, tehát most itt beszélhetek médiáról, beszélhetek bármilyen más szakmáról, hogyha mögé lenne rakva egy olyan szintű profizmus, képzés, oktatás, piaci környezet, stb., ami előremutatóbb lenne, mint ami most, akkor az a, hogy mondjam, nagyon hamar kitermelődne az a vérprofi generáció. De most még nincs lehetőség. Hát csak azt nézd meg, hogy egyébként mondjuk tudomány területén milyen csodálatos eredményt tudtunk mindig is felmutatni. Nem hiszem, hogy az e-sportban ne tudnánk, tehát hogy nem hiszem, hogy van ilyen magyar blokkoló gén az e-sportban, de még ennek nincs mögötte pénz. Igen, és valószínűleg ez azért van, mert hogy amíg nincs mögötte pénz, addig elkallódnak azok a tehetségek, akik különben nem sajnálnák az időt, hogy beleöljék a játékba.
Igen. És most szomorkodok. És ez visszavezet arra, hogy győzd meg egy szülőt egy ilyen környezetben, hogy engedje a gyerekének, hogy az álmait megélhesse, mert nyilvánvalóan ez nagyon nehéz lesz, és ez kiindul abból, hogy egy streamer soha nem keresett annyit Magyarországon, mint mondjuk egy Egyesült Államokban, hogy egy e-sportoló soha nem tud olyan nagy ívű karriert befutni, még akkor is, hogyha szerintem nagyon jó, mert nincs lehetősége, mert mellette tanulni, dolgozni, élnie kell, nagyon hamar belecsöppen abba az... De ezt különben lehetett látni így a Counter-Strike színen belül is, ahogy eltűnt a WCG, tehát nem volt motivációja az embereknek, hogy miért küzdjenek, a szín is szépen lassan leapadt és eltűnt, tehát a Magyarország eltűnt a Counter-Strike. Egyébként cáfoljatok meg, de szerintem a nemzetközi e-sport tekintetében is igazából az nagyon nagy lépést hozott, hogy mondjuk a Riot vagy a Valve a centralizálta ezeket a versenyeket. Nem ilyen sehonnai klubokban ment az ilyen bugázás, hanem tényleg akkor egyszerűen arról volt szó, hogy látszódott, hogy valaki komolyan veszi a saját termékét és próbál hozzá, vagy amit most az Activision próbál a Call of Duty-val egyre komolyabban, hogy mondjuk az új, az Advanced Warfare kapcsán nagyon komoly e-sportos törekvéseik vannak, és ebben nagyon sok pénzt bele fognak rakni, szilárd meggyőződésem. És hogyha megjelennek ezek a cégek, akik tényleg fölvállalják azt, hogy fontos, vagy a Wargaming, aki egyébként nyíltan kijelentette nekünk, hogy őt például egy magyar piacon nem érdekli az, hogy hány előfizető van, vagy hányan vesznek. Nem érdekli, mert az oroszokból meg a kínaiakból simán megélnek. Tőlünk csak annyit várnak, hogy játszunk, hogy legyen ember, legyen tank, akit szét lehet lőni gyakorlatilag. De hogy nekik az a fontos, hogy legyen a játék iránt minél több szenvedélyes ember. Mert egyébként vannak nyilván nagyobb piacok, amik majd mozgatják a folyamatot. Ha ezek a nagyobb cégek fölvállalják az e-sportot olyan szinten, hogy mondjuk Európa szinten, és ebben mi is beletartozunk, és igenis azért vannak erre minimális törekvések, akkor azt gondolom, hogy lehetne eredményeket elérni, lehetne előrébb lépni Magyarországon is az e-sportban, de ez csak akkor, ha valaki pénzt rak bele, mert ameddig ilyen alulsó kezdeményezés van, és nyilván ti ilyen szempontból ezek vagytok. Azt szerintem egy nagyon nemes dolog, de addig én úgy látom, hogy mindenki csak úgy kerülgetni fogja, hogy jó, adok egy egeret, aztán menjél haza. És egy kéne, aki komolyan veszi, aki megmutatja azt, hogy ez igenis gazdaságilag kifizető dolog lehet, hiszen az. És akkor talán megindulna valami pozitív változás, szerintem. Viszont ez azért kicsit oda-vissza is igaz. Tehát, hogy ahhoz, hogy a vállalatok beszálljanak ebbe az egész bizniszbe, azért eredményeket is fel kell mutatni. Tehát valószínűleg a semmi mögé nem fognak odaállni. Hát igen, de hogyha ugye nincs semmi motivációja az embereknek, meg nem tud kitermelődni egy olyan tehetséges generáció, aki eléri ezeket az eredményeket, akkor megint ugyanott vagyunk. És a másik meg, hogy nem tudom, hogy az eredmények, tehát, hogy nemzetközi szinten elérünk valami eredményt, az nem biztos, hogy például egy magyar bázisú cégnek az ér bármit is. Persze, nemzetközi, igen, de nem vagyok benne biztos különben. Meg nagyon sokszor nem az van, hogy az eredmények, legalábbis én szerintem, tehát van az a, tehát például a streamerek is, nem mindenkit az eredményeiért néznek, hogyha már nézik őket, meg hogyha van csapat, akinek lehet szurkolni, tehát fociban is milyen eredményeink vannak? Nem sok. De ott meg van pénz, látod mégis. Tehát, hogy ez nem feltétlenül ez a dolog mozgatja. Tehát nyilvánvalóan szerintem is kell egy elhatározás, hogy ezt valaki támogatja. Még akkor is, ha nem látja még jelenleg az eredményét, de... Nem is, valószínűleg nem is lesz nagyon. Mert egy jó darabig nem lesz. De az, hogyha látjuk azt, ahogy az előbb elmondtam, hogy igenis centralizáltak bizonyos versenyeket, és nem engedték az alkotók, hogy kicsúszon a kezükből, és ők terjeszkednek tovább, én ebben látnám a lehetőséget. Nem tudom, hogy erre mekkora esély van, teljesen őszintén megmondom. Most mondjuk inkább a Wargaming az, akire azt gondolom, hogy nagyobb eséllyel fog terjeszkedni, főleg a kelet-európai régióban. Tehát, hogy ők igenis fognak majd hozni ide ligát. Ha már Varsóban megcsináltak egy sikeres versenyt, akkor nem tartom kizártnak, hogy végig turnézzák majd a régiót, mert nagyon fontos nekik az elkötelezettség és a szenvedély, és nagyon tudatosan építenek arra. Tehát én most nagyobbat pénzt tennék arra, nem feltétlenül az e-sportban, de nagyobbat tennék arra, hogy mondjuk egy Wargaming fog ide behozni egy pro versenyt előbb, mint mondjuk mások.
stadion már végül is van hova? Lenne hova, igen. Végszóként szerintetek merre tartunk, tehát mit hozhat a jövő e-sportéren, akár nemzetközi, de nyilván főleg hazai viszonylatban? Hát, nem tudom, nem biztos, hogy tudok erre okosat mondani, mert amíg nincsen, tehát tényleg ugyanez a helyzet marad, hogy nincs támogatás, akkor csak így tengünk-lengünk, akinek van rohadt sok szabad ideje, és ebbe beleöli, az majd a végén talán eljut valahova, vagy nem, de leginkább nem. Nekem a, hogy mondjam, az előbb így felvázoltam azt, hogy mit tartanék egy álomforgatókönyvnek. Ennél többet nem merek. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon nehéz út lesz. Tehát ha realitásokat nézzük, akkor jelenleg a magyar piacon olyan nagy robbanásszerű növekedést elérni bármilyen újdonság bevezetésével, én még nem látom. És most az e-sportot itt nevezzük újdonságnak, mert oké, hogy egyszer már elindult valahol fölfelé, de már egészen más idők vannak, és nem tudom, hogy ezt most úgy lehetne újraéleszteni. Szóval kicsit szkeptikus vagyok azzal, hogy ki állna mögé. Szerintem egyszerűen akkor állnak mögé, ha valaki egyszer teremt egy olyan precedenst, hogy ez tényleg sikeres, és akkor majd elkezdik követni. De nagyon kevés az a cég Magyarországon, aki úgy neki merne venni egy ilyen erősebb dolognak, mert ugye ez alapvetően csak marketinget lehet vele, vagy brandet lehet vele építeni, nincs közvetlen konverzió. Most már bele sem mennék abba, hogy a hirdetési piacon ez mit jelent, hogy mennyire nehéz egy klasszikus display hirdetést is mondjuk akár értékesíteni, mennyivel másabb a dolgok vannak mondjuk a Google AdWords vagy a Facebook hirdetések fényében. Akkor bele sem menjünk abba, hogy amikor kifejezetten mindenki az értékesítésre megy, meg konverzióra megy, akkor egyébként mennyire nem akar majd ő brandet építeni csak úgy, hogy majd egyszer lesz belőle valami. Szóval nekem egy kicsit ilyen szempontból azt gondolom, hogy erre még várni kell. Én csak, ez sokkal kevésbé tudok hozzászólni. Én azt gondolom egyébként, hogyha ez már világszinten lesz ennél a mostaninál sokkal nagyobb, akkor majd valamikor fel fog ébredni Magyarország is, és így próbál majd valahogy felzárkozni. Nyilván valószínűleg már késő lesz régen, de vagy legalábbis úgy értem az eredményesség szempontjából, de én valahogy ezt satszolnám, ha muszáj satszolni valamit. Tehát akkor tipikusan ez a 2-3-4 év lemaradás, amit általában minden területen szoktunk tartani, ugyanaz az e-sportokra is. Köszönöm szépen. Én azért szeretném megkérdezni a közönséget, hogy vannak-e kérdések, van-e kérdése bárkinek az elhangzottakkal kapcsolatban. Nem nagyon látom, úgyhogy... Lehetséges, hogy elmondtunk mindent? Hello. Oké. Még az egész az elején volt arról szó, erről a játékon belüli vásárlási lehetőségről. Vegyük például a Cségót. Előtte az 1.6 elég hosszú évekig bírta versenyjátékként, és abban nem volt erre lehetőség. Nem tudom, hogy szerintem nem is hiányzott abból az embereknek ez, hogy de hogy még amúgy a mai napig rengetegen játszanak vele, hogy ez mitől lehet, vagy miért lett hirtelen ilyen jó, hogy lehet vásárolgatni skineket, vagy... Én azt gondolom, hogy ez nem kötelezően jó, ez van, és ami az érdekes ebben az egészben az, hogy ez az, ami megdobta a Cségónak a népszerűségét. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez az egyetlen dolog, amiért a Cségó le tudta taszítani az 1.6-ot most már a trónról, mert az azt hiszem időszerű volt, én azt hittem, hogy ez már 2005-ben megtörténik a Source-val, de tévedtem. De azt gondolom, hogy nagyon nagy játékos és ilyen casual bázist adott a Cségónak, mert ezer dolgot lehet csinálni. Tehát én nagyjából egy tudatos embernek tartom magamat, és még engem is behűítettek vele, hogy most akkor piros lehet az AK. Van a klasszikus marketing értelmezésben egy szükséghierarchia, amit szeretnek ilyenkor rávetíteni a fogyasztókra, ez a Maslow-féle szükséghierarchia.
ez egy piramis, aminek különböző fokozatai vannak, és ennek van egy ilyen, van a fizikai ingereid, hogy éhes vagy, és akkor veszel valami kaját. Van egy hovatartozási kényszered, amikor fölveszed a csapatmeszt, mert te hozzájuk akarsz tartozni. Van egy ilyen önkifejezési hajlamod, amikor azzal mutatod meg, hogy te ki vagy, hogy ez az ilyen, hogy mondjam, ez az ilyen express yourself, ez az ilyen, amikor így azért, mert piros a gépfegyverem, attól én valami őrült jó vagyok, és erre nagyon-nagyon okosan rá helyeződtek, illetve hát az, hogy a mikrotranszakció egyébként nem mindenhol sikeres, tehát azért ezt lássuk be, bár mindenki fújolja, tehát én még nem találkoztam olyan ember, akinek gyűlölné szívből a mikrotranszakciót, és mégis elképesztő mennyiségű pénzt kitermel. Nem, egyszerűen ez gazdasági döntés. Tehát nyilvánvalóan most mit csináljunk, van egy játékunk tök régóta, rakjunk bele valamit, venni fogják és veszik. És ez működőképes, és nyilván nem fogják megszüntetni. Semmi szükség nincs rá. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre a dolgokra igazából semmi szükség nincs, de kitartja. Én azt gondolom, hogy van bent olyan szempontból van rá szükség, hogy ha ez játékos bázist generál, és ezt még vissza is forgatják egy részét az e-sportba, akkor én ezt kifejezetten jó dolgnak tartom. És ne neves mérnevet. Hiszen lehet, hogy visszaforgatják. Jó, hát persze nem az egészet, de hát legalább valamit. A Maslow piramisnak az alján egyébként az internet áll, és utána jönnek a fizikai szükségletek. Tényleg ne haragudj. Csak hogy pontosítsunk. Egyébként én a League of Legendsnek a példáját tudom hozni, mert én abban vagyok benne. Ott is gyakorlatilag ugyanez működik, hogy egy kinézeteket vehetsz a karakteredre. És ott én szerintem ott arról szól az egész, hogy van 70 millió játékos, de van 100 karakter, és valamivel az egyén ki akar tűnni a tömegből, hogy ne ugyanazzal a kinézetű karakterrel jön ő is, mint amivel szembe találkozik, és ezért ő hajlandó 1-2-3 ezer, mert hát ugye az nem olyan sok pénzt, anya vedd meg nekem, hajlandó beleáldozni, hogy akkor neki egy kicsit egyedibb legyen a játékélmény, és tudja mutogatni, hogy nézd nekem, milyen fasz a cuccom van. Sziasztok, nekem is lenne egy kérdésem. Nagyon rég óta nem követtem egyébként az e-sport vonulatait és ilyesmi. Én emlékszem, amikor még játszottam, akkor felmerült bennünk jó párszor egy kérdés, és most itt beszélgettünk arról hátul, hogy lehet, hogy a gazdasági, az országra vonatkozó gazdasági történetek és egyéb mutatók azok, amik egyértelműen meghatározzák azt, hogy miért ezek a casual emberek nem tudják fenntartani úgy igazából ezt, hogy mondjuk Magyarország érdekelt legyen ebbe az egész történetbe, és ezért nincsenek eredményeink, és a többi, és a többi. De mit tudom én, amikor egy-egy ilyen Godilanra elnéztünk, és az ilyen kvázi nemzetközi, balkáni nemzetközi vonallá vált, akkor ott a szerbek rongyá vertek minket. Aztán hogyha tovább nézek, akkor a WCG-ken is a déli balkáni népek szintén, pedig hát azt nem mondhatjuk, hogy ők a DLC-be ennyi mindent beleöltek, hogy mindent megvásároltak volna magukba, mert anyu megengedte nekik ott Belgrád szélén. Tehát ezt ezért nem érzem érnek, és hogy ezt ti látjátok-e, vagy érzitek-e, és hogy az miért tud egy sajátosság lenni, hogy tőlünk délre, meg egy kicsit északra, igazából mindenki úgy egy picit jobb így a nemzetközi irába. Én ezt nem tudom, hogy ma így van-e, régebben biztos így volt. Ez nehéz. Jó hírnek azt tudom mondani, hogy most a ICM volt szlovák csapat, és őket megvertük, sőt azt hiszem negyedik helyen estek ki, vagy hát negyedikek lettek csak. De ez lehet, hogy csak azért, mert az ICM nem olyan nagy verseny, mint egy Godilan. Illetve szóval annyira nem vagyok most képben, hogy tényleg a környező országok hogy teljesítenek, azt ugye egyértelműen látszik, hogy a lengyelek nagyon-nagyon jók. Én mondanék valami nagyon durvát. Itt lesz az ideje. Igen. Nem, most gondolkozom, hogy nagyon-nagyon durvát mondjam, hogy csak kevésbé durvát, de nem. Nem, mert kiutáltak, hogy kifütyöltek innen. Mondjam? Jó, szóval a nagyon durva, hogy én erdélyi vagyok, szívvel, lélekkel, és hogy nekem, tehát 3 éve élek itt, és nekem kicsit meglepő ez a magyar pesszimizmus, amivel itt szembesülök.
És az, tehát én azt gondolom, vagy legalábbis nem is azt gondolom, azt érzem, hogy a magyarok általában pesszimistábbak a kelleténél. És hogy egy picit így e kapcsán is. Tehát hogy simán lehet, hogy itt is vannak nagy eredmények, csak kevesebbet veszünk abból észre, mert hogy hajlamosabbak vagyunk azt észrevenni, hogy mi mindenben vagyunk rosszak, vagy mi mindenben rossz nekünk. És hogyha most nem akarom Indiával, vagy Afrikával, nem tudom ilyet példálózni, még mindig, tehát hogy nagyon sok mindenben nagyon jó nekünk, sikeresek vagyunk, ügyesek vagyunk, szerintem érdemesen ezeket is inkább észrevenni. És bocsánat is az erdélyiség, ezt most csak azért mondom, mert hogy Romániában nekünk kisebbségként még sokkal rosszabb, mint az ittenieknek, és hogy ezt emiatt én valahogy ezt könnyebben látom. Szóval igen, csak ezért. Nyilvánvalóan egyébként én is ezen gondolkozom közben, hogy egészen biztos-e az, hogy ez most egy ilyen földrajzi törvényszerűség, hogy minket északról délről hülyére vernek. Nem tudom, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ahhoz ez túl kicsi minta, hogy ez reprezentatív legyen, szerintem. Valaki, nem tudom, kinél van a mikrofon, de itt van jelentkező. Arról szeretném megkérdezni az előadókat, hogy mit gondoltok a különböző e-sportos, akár skinbeli, akár pénzbeli fogadásokról, és ezeknek a miben létéről. Milyen hatással van ez egyáltalán mondjuk a rendes sportversenyekre, illetve magára a játékosokra? Én nagyon nem tartom helyén valónak, hogy ez az egész fogadás dolog így elharapózott az e-sport környékén. Főleg azért, mert ugye semmiféle kontroll nincsen fölötte. Tehát nincsen megtiltva az, hogy valaki fogadjon arra a csapatra, vagy az ellen a csapat ellen, amiben ő játszik. Akár egyéni játékosként is ez így van. Illetve teljes korrupció van az egész körül. Tehát nincsen semmiféle szinten szabályozva, és szerintem ez... Hál' Istennek ez semmi másról nem mondható el sportszinten. Én értem persze, hogy ez normális. De én ezért is tartom magam távol mindenféle ilyen fogadástól, mert sose lehet tudni, hogy most ott mi van a háttérben. És persze igen, tehát ez mindent követ, meg mindenben benne van. Csak kár, hogy ezt így nem gondolták át, hogy ezt hogyan lehetne valahogy normálisan megoldani. Én van egy ilyen, hát hogy mondjam, lehet, hogy ez túlságosan egységesítő dolog, de én azt gondolom, hogy amiben, és amiről beszélünk, ez a legnagyobb csapdája az egésznek, hogy van egy egészséges verseny, amiben belekerül a pénz, és a pénz megrontja, és ez a világon mindig mindennel így történt. És kereshetjük itt az okokat, hogy ez most geopolitikai helyzete vagy sem, vagy valami, de nem. Az a helyzet, hogyha X ember csinál valamit, és azt abból te lóvét teszel bele, akkor az már megváltozik. Az ő viselkedésük is megváltozik, és a környezet is megváltozik ettől. Mert pénzt kezdenek el ászni benne. Motiváció fáború. Igen. Tehát alapvetően más fogja mozgatni. És ezért én az okokat nem is tudom tovább keresni, mert én alapvetően azt gondolom, hogy a pénz borítja fel a dolgokat. És innentől fogva már lehet részleteiben persze a tüneteket elemezni, de alapvetően minden visszavezetett arra, hogy a pénz. Tehát pont arról beszélünk, hogy pénz kell az, hogy jobb legyen, a pénztől lesz rosszabb. És mert kimarad, kimegy belőle az, amitől ered. Mint mondjuk egy olimpia. Tehát most nézd meg egy teljesen triviális példa, hogy éljek, hogy nincs olimpia doping botrány nélkül. Mikor volt utoljára az, hogy valóban így a nemzetek versenye, ahol a sportolók, az játék meg a verseny öröméért, hol hallasz ma már ilyet? Alapvetően lóvéról van szó, ami mögé van téve, meg minden, ami mozgatja. Ez most lehet, hogy ilyen nagyon pessimista dolog, pedig én alapvetően nem vagyok egy piacellenes ember, mert abból élek és szerettem. De nincsenek illúzióim a tekintetben, hogy ez egy önzetlen dolog, vagy hogy ez egy karitatív jelenség lenne, vagy hogy ez egy szabad szellemű dolog,
mert ez nem. Tehát nyilván van egy hippi vonulata ennek az egésznek, de szerintem ami mozgatja, az egy lényegesen bonyolultabb gépezet. Igen, nagyon érdekes a kérdés, mert hogy nagyon gyakran pontosan az hozza meg egy adott versenynek a nézettségének egy x százalékát, hogy lehet rá fogadni. Tehát nem tudom, Z kategóriás MB3-as meccseket. Bocsánat. Igen. Egy gyors példát ehhez hadd mondjak. Volt az ICLS döntőt, ami most volt nemrég Vácon. Nem tudom, a magyar közvetítést, amíg mentek az elődöntők, stb. Talán pár ezeren, ha nézték, 1500-2000, de lehet, most tényleg csak alsamra ütök. Kb. Ilyen nézettsége volt. Utána kikerült egy nemzetközi fogadó oldalra, hogy lehetett rá fogadni, és 10 000 fölé ment a nézettség azonnal. Tehát pont itt van egy ilyen kontraszt ebben az egészben, hogy ezzel azért egy elég nagy közönséget be lehet vonzani, ami meg nyilván jót tesz az adott versenynek, adott rendezvénynek, hiszen sokan nézik, viszont ezzel párhuzamosan én se értek egyet azzal, hogy ezt alkalmazni kéne, mert tényleg elronthatja ezt az egész verseny feelinget. Tehát ugyanúgy, ahogy a fociban vagy bármilyen más sportban, akárhányszor előkerül egy bunda ügy, vagy bunda gyanú, az rontja rontja az egészet. Még kérdések? Nekem van egy olyan kérdésem, hogy az elején nagyon felmerült rögtön az elején, hogy lehet szidni, lehet tetszikálni ezt a e-sportos dolgot, de mindenképpen egy trend. És a trendeknek van egy olyan sajátos tulajdonság, hogy amilyen gyorsan tudnak jönni, olyan gyorsan tudnak is menni. Mit látok ebben, hogy mind, bár csak azért is, mert az is szóba került, hogy most, hogy nagyon sok pénz van benne, ez mindenképpen generálja is a dolgot, tehát, hogy még többen akarnak játszani, még többen látják, a média jobban felkapja. Ja, ha emögül hirtelen kicsúszik a pénz, akkor azért borul a kártyvár. Mi látszódik ebből, hogy most nagyon megy, ez fix, vagy azért már látszódnak esetleg olyan aggályok, vagy nem feltétlenül aggályok, de hogy ez csak tetőzik valahol, és ott megmarad, és akkor kialakul egy ilyen piaci réteg. Vagy egyszer csak így, amilyen gyorsan jött, így nagyon durván bedől, és teszem azt, bedől a LOL fejlesztője, akármilyen ilyen vonzatok. Ezt én nem gondolom. Ki fog alakulni? Tehát maximalizálódni fog szerintem valahol. Lesz egy plafonja ennek, és aztán az nagyjából megmarad majd jobb-rosszabb időszakokkal. Egyszerűen azért, mert ez már szerves része szerintem a játék jelenségnek, annak, hogy videójátékokkal játszunk, és annak, hogy szeretünk versenyezni egymással, teljesen mindegy, hogy milyen formában. És ennek kapcsán én nem hiszem, hogy ez egy múló trend lenne. Tehát ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a versenyszerűség bármiből. Tehát nem van valami, ami egy új újdonság, akkor viszonylag hamar kialakul hozzá valami versengés is. Tehát szerintem ez egy alapvető természete az embernek. És annyi pénz mindig lesz benne. Meg DLC-ket, meg skineket fognak venni az emberek, és akkor ez alapvetően megmarad. Inkább azt gondolom, hogy majd nem a Dota és nem a LOL, hanem majd más. Tehát ez majd évről évre, vagy inkább 5 évente lesznek majd trendek, amik fölfutnak, ami jó. Most éppen a MOBA az, ami mint népszerű stílus, de én szerintem visszatérhet még az FPS, lehetnek még más jellegű dolgok, ki tudja, a szimulátorok. Tehát nem tudjuk merre megy. Kíváncsi vagyok, hogy majd az Oculus Rift, hogyha például kereskedelmi forgalomba kerül, akkor az milyen változásokat hozhat. Jöhetnek-e majd új jellegű ilyen virtuális valóság versenyek? Tehát itt szerintem ez egy nyitott kérdés. A technológia fogja meghatározni, meg azok a nagy cégek, akik pénzt tölnek bele. Nyilván megint itt a pénz ördögi köre van. Köszi szépen. Még valakinek van esetleg kérdés bárhol? Nekem van még, csak azért kérdezem. Nyugodtan. Akkor az, hogy felmerültek ilyen, miért jobb a készakon, miért jobb a délen, és hogy miért vagyunk pesszimisták vagyunk-e. Nagyon sokszor olyanokat hallani, hogy így tipikusan távol-keletről érkeznek. Ilyen nagyon extrém példák, hogy anya-apa addig játszott, amíg a kisgyerek már túlságosan is éhes lett, és ehhez hasonló dolgok. Amit alapvetően mondjuk én, informatikus palánt, aki nem ezt várnék, hanem azt mondanám, hogy na, nyugat, ott van, vannak fejlesztések, jó, nyilván távol-keleten is. De hogy ezek a dolgok azért tűnnek nekünk így különlegesként, mert alapvetően keveset tudunk a távol-keletről, illetve az ott élő kultúrákról.
Vagy pont az, hogy ha mi pesszimisták vagyunk, akkor ott van valami más attitűd, vagy más valami környezet, ami generálja ezt, hogy na akkor egyetemi kurzus van arról, hogy mi a legjobb StarCraft 2. Nem kulturális különbségek mindenképpen vannak, de idióták, meg az ország független. Tehát az nem úgy szórják ki, az jut mondjuk mindenhova sok. Nem, ez csak egy extrém példa volt, nyilván a másik az, hogy na ténylegesen sokkal jobban pörög az e-sport téma. Tehát nem az ilyen extrém negatív témákra gondoltam, hanem másik. Ez egy nagyon érdekes, mert mondjuk szerintem távolkeleti szempontból, de majd erős, mert pont te készítettél most ugye a kínai átnevelőtáborról egészen más jellegű, ott mondjuk például az is, ahogy rákattanak emberek dolgokra, és a sokkal erősebb. De nézd, Amerikában is megtörtént olyan példa, hogy eladták a csecsemőjüket a szülők, hogy vehessenek a WoW-ba, még nem tudom micsodát. És így ez borzalmas. Tehát, hogy ez nem is értem, hogy ez hogy. Tehát, hogy ez mindegyik kultúra kitermeli a saját szemetét ilyen szempontból. És ugyanakkor meg tömeges szinten talán de ebben talán sincs meg, hogy ezek a távol-keleti régiókban ugye az individuum az lényegesen háttérbe van szorítva a közösség érdeke előtt, emiatt az, hogy valamire rákattanak egy adott tevékenységre, az eleve már kódoltan magasabb az esély erre, mert hogy az egész életük abban telik, hogy valaminek áldozzák magukat. Nem? Ez lehet... De teljesen egyetértek. Na, tessék. Úgyhogy én alapvetően valahova ide próbálnám meg visszavezetni. Amikor hirtelen az jutott eszembe, hogy, tehát, hogy Kínában, Koreában nagyon elterjedtek még ma is a nagy internet kávéházak, ahol egyszerre 100-an, 200-an, 300-an játszanak. Ugye ez alapvetően a kollektivista és az individualista társadalom, itt is kijönnek a különbségek, hogy mi itt boldogan játszunk, jó, egyedül otthon, másokkal online valahol, de ők meg valahogy jobban igénylik azt, hogy fizikailag is együtt legyenek, sokan legyenek, és így valószínűleg tömegesen kattanak rá ezekre a dolgokra is. Azt egyébként kevésbé tudom megmondani, hogy miért van az, hogy az e-sport az ott virágzik ennyire, de tehát, hogy nagyon valószínű, hogy a kulturális dolgok hozzájárulnak, meg nyilván egyáltalán az is, hogy a technológiai... Talán tényleg az nem, hogy egyszerűen jobban feladják magukat ennek az oltárán. Sokkal több időt ölnek bele, próbálnak csapatban fejlődni, tényleg őrült módon vetik alá magukat, de egyébként én azt gondolom, hogy ugyanez nyugati kultúrákban is előfordulhat. Csak a kínai cikkre visszatérve, ott egy kolléganőm, aki egyébként járt is Kínában, ő a társszerző, azt mondja, hogy egyébként is például Kínában ugye az a réteg, aki egyáltalán játszhat, mert van számítógépe, meg van erre ugye, tehát egyáltalán lehetősége, ott, tehát Kínában olyan iszonyatos nyomás van a szülők részéről a gyerekek iskolai teljesítményére. Tehát, ja, és hozzáteszem, ugye 1978 óta van ez az egy gyerekes törvény, hogy szinte tehát minden családnak egy gyereke lehet, és így a szülők részéről az a nyomás, hogy az egy szem gyerek az minél tökéletesebb legyen, az nagyon sok esetben olyan iszonyatosan nyomasztó a gyerek részére, hogy a gyerek egyszerűen belemenekül a játékokba, és ezért is. Tehát ott egy dokumentumfilm alapján írtuk ezt a cikket, ott nagyon sok gyerek ezt mondja el, hogy hát egyszerűen nem bírta el azt, hogy állandóan mindig minden róla szól, és minden tőle várnak, és hogy az online világban ugye sokkal szabadabban élhette meg önmagát. Ez is egy abszolút különbség a két kultúra között. Köszönöm szépen a választ. További kérdések vannak-e esetleg? Nincs? Akkor én nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy itt voltatok ezen a ma estén. Bízok benne, hogy ti is tanultatok valamit, vagy hallottatok valami új dolgot, illetve, mint hallgatóság, ti is kaptatok valami plusz inputot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk holnap. IT és egészségügy témával folytatjuk a szakmai hetünket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.